Ha Valentin nap, akkor Halesz Park és Szeretett Futás. Fehérváron immár negyedik éve gyűlnek össze jókedvű futók, hogy akár párban és jelmezben teljesítsék a 2 vagy 7 kilométeres távot. Nagyjából olyan 200 ember van itt most jelen, és inkább a 2 kilométer egyelőre a népszerűbb táv, de szerintem jövőre, akik most 2 kilométert futottak, jövőre 7-et fognak futni. A mezőnyben sokan voltak, akik amúgy nem vagy keveset futnak, de talán ők éreztek rá legjobban a Szeretett Futás lényegére, arra, hogy bárki kipróbálhatja magát, és megfelelhet a maga vagy mások által kitűzött céloknak. Ezeknek szimbolikus jelentőségük van. Azt, hogy mindenki megpróbálhatja, azt, hogy mindenki végig tudja ezt a távot valahogy teljesíteni, gyorsan futva, kicsit lassabban, sétálva, mindenki számára adott a lehetőség. Valamint egész évben nyitva állnak a sportlétesítmények, nyugodtan ingyen lehet használni őket. Én nagyon nem szeretek futni, ezt bevallom igazából, csak egyrészt az egész eseménynek a célja az úgy motiváló volt, megismerem a szervezőket is, és ők győztek meg arról, hogy eljöjjek erre a Szeretett Futás, és úgy voltam vele, hogy nem szeretek futni, de megéri a célért, és próbára is tettem magam igazából, mert már ugye az első kör felénél úgy voltam, a 2 körből, hogy úristen, hát én most akkor ezt itt feladom, de nem, mert úgy futottak velem a barátaim, meg az egésznek a célja az, hogy motiváló volt, és úgy döntöttem, hogy akkor kibírom a végéig. Az indulók közül idén is mindenki célba ért, a résztvevők kivétel nélkül érmeket, emléklapot és édességet kaptak Valentin napon a szervezőktől.